Üdvözlök mindenkit, Nelkrokrim vagyok. Srácok, köszönöm szépen, hogy írtatok Warframe-mel kapcsolatban, hogy milyen videókat csináljak, és nagyon szívesen csinálok róluk videót. Adtátok az ötletet, így jöhet. Mert, mint mondtam hogy az előző videókban, ha szeretnétek valamit látni, akkor írjátok meg, másrészt most már nem fogok csinálni Warframe-mel Warframe kapcsolat videókat, kivéve, hogyha valami nagyobb event jön be, és akkor azt le videózom, de amúgy ilyen általános kisebb tippek, trükkök videót csak akkor és csak kifejezetten, hogyha ti kéritek, és írtatok, nagyon-nagyon köszönöm. Viszont most ettől egy érdekesebb, mert <laughs> relatíve érdekesebb topikba fogunk belemenni, ugye, és felmegyek Discordra, és Hunter kollégám, aki nem mellesleg egy nagyon profi uh, warframe és öreg veterán, um, írt nekem, vagyis írt nekem, küldött nekem két videót, oké? Okay? Ez a két videó egy Life of Rio nevezetű csatornáról származik, ahol a srác egy nagyon-nagyon-nagyon régi Warframe-es. Régóta nézem én is. Írtam is neki, hogy már láttam ezeket a videókat, és mondta, hogy írjak már rá, egy, csináljak már rá egy reakciót. És szívesen csinálok rá reakciót. Most arról is fogunk beszélni, igen. Szívesen csinálok rá reakciót. Csak nem nagyon szoktam eddig, mivel, hogy ugye, hát angolok, és akkor reagálok egy angol videósra. Nem tudom, hogy hányan értik, hányan nem értik, hogy mir miről beszél abban a videóban. Nem akarok ilyen, uh, hogy mondjam, kavarodást uh, a ezzel kapcsolatban, hogy valaki mást értett abban a videóban, mint amit mondott, és a többi, és a többi. Uh, úgyhogy kiemelnék kontextust ezekből a két videókból, és beletenném az én mondani valomban. Az egyik videó. Az arról szólt, hogy Warframe, part Warframe partner shut up, vagyis Warframe partner fogjátok be, és a másik videó valaminek az volt a címe hogy Warframe, uff, mindegy. A lényeg az, hogy a Warframe shut up videóban arról beszél, hogy az egyik videós, Warframe partner videós beszólt neki, hogy Life of Rio az folyton lehúzza. A Warframe-et, és milyen könnyű öm, beszélni 20 percig egy videó öm, mögött arról, hogy milyen szar a Warframe, meg hogy mit tett le Life of Rio az asztalra, és a többi, és a többi. És Life of Rio természetesen megvédi a becsületét, és az, aki nem ismeri Life of Rio-t, ő egyike azon kevés idiótáknak a Warframe-ben, aki képes volt akár 16 órás meneteket is menni ebben a játékban, és mindennek megfelelően öm, modolni a modolás, mert hogy régen a Warframe-ben ez teljes mértékben lehetséges volt, félreértés nem, most is lehetséges, de nincs értelme. Régen volt értelme, volt uh, játék a Warframe-ben. A másik videó, az az Uf, az pedig arról szól, az is egy fricska igazából a Warframe-nek, a Digital Extreme-nek, hogy a játékuk egy manapság, egy nagy nulla, és valahol egyet tudok érteni, Life of Rio-val, Ebből a szempontból, tehát amit ő mond, a, a saját szavaiban nagyjából lefordítva az, hogy a játékban jelen pillanatban nincs újrajátszhatóság, a játékban jelen pillanatban azzal dicsekednek, hogy hamarosan jön a 30. Masteri rang, a játékban jelen pillanatban belenyomtak két évet a Railjackbe, és közel, meg se közelíti azt az eredetit, amit valójában egyszer be akartak nekünk hozni és mutatni, és ez mind igaz a játékból kiveszik, ahogy ő mondta, kiveszik a fan elemet, a mókát kiveszik, a grinddal helyettesítik. Warframe-nek a nézettséget twitch csökken, a Warframe játékos bázisa napjába csökken. Ezek az ő szavai, de nem kell, nem, kell, nem kell túl okosnak lenni, hogy az ember ezt lássa. Ahol, és ahol bejön, és itt oszlik nála sze, ö, ketté a közösség, az egyik közösség fele szídja Life of Realty, hogy a Warframe a leggyönyörűbb és legtökéletesebb játék, mint hogy ezt Magyarországon is tapasztaljuk az elvokult Warframe fanoktól, legalábbis én tapasztalom, mint videós, hogy néha hogy Warframe nem a Warframe játék. Nem, a Warframe mára már nem a legkirályabb játék. már a, a, a többik a kompetíció legyőzi a warframe ma lassan-lassan, és a, és a játékos bázik csökken. A Warframe partner videósok meg, én nem tudom, tehát tactical potato én nem értem, én tudom, ő már ezt dolgozza. Ez neki munka, hogy Warframe content egy gyártson, de én nem tudom, hogy hogy csinálja, hogy bírja még. És itt térek rá arra, hogy itt oszlik ketté a nagyon Warframe közösség. Olyanok, mint Life of Rio, Olyanok, mint magamú, vagy Tactical Potato, aki egy hős az én szememben, vagy a Quite Shy, vagy a uh, Gay Guy Plays, vagy DKD Diamant, ezek a nagyobbak, a régiek. Értitek? Uh, vagy akár mondhatnám, núcsótek no is szerintem már neki is a pecseki a warframe is, hogyha már Magyarországra kerül a sor szerintem, nem sokan voltunk veterán Warframe videósok, de értitek. És itt oszlik kettő, és megjelentek az új generációs videósok a warframe kapcsolatban. Na most az új generációs videósok ezek. Um, hát nagyon szeretik a warframe ami nagyon érthető, mert egy, mert, mert, mert egy jó játék, ha új vagy benne. És akkor csinálják a modolós videókat, meg hogy csinálják, hogy EU elmentem egy óra survivalre. <tosz> Meg hogy így lehet, meg úgy lehet, és ilyen fegyverben mutató, és olyan fegyverben mutató, és ilyen hatalmas átéléssel ö, magyarázzák azt, hogy milyen jól működik ez a fegyver, ezzel a moddal, meg azzal a moddal, azzal a moddal, és, és a régi videósok, a veterán videósok, ember, erről legalább 30 videóban beszéltem. Érted? És akkor mondjuk ugye a Life of Rio szempontjából, hogy beszóltak neki, és az a Warframe videós, az egy új videós. Érted? Ő most, most érzi át a Warframe-nek az ízét. Érted? Rákapott az ízére, és ott nyomja magának is. Beszól egy veteránnak annélkül, hogy tudná, hogy ki az, mi az, mit tett le az asztalra, miért tett le az asztalra, mert ugye most nagyon szereti a Warframe, és a Warframe milyen komplex és tökéletes játék, meg se közelíti a mostani Warframe a réginek a komplexitását és gyönyörűségét, újrajátszhatóságát hóságát, és az értelmét, amiért érdemes volt ott farmolni és csinálni. A játékosok jönnek, most jelen pillanatban a játékosok bejönnek ebbe a játékba, kifarmolják magukat, elköltik a pénzüket benne, és utána kiszállnak már, hogy uncsi, nincs kihívás, nincs kihívás, és töve, Hunter egy, 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 reakció videót kértél, de nem tudok nem egyet érteni Life of Rio kollégával. Mert, mert és, és tudom, hogy valahol te is ott vagy, és tudom, hogy iszonyat sok órát töltöttél el a játékban, és nem nehéz lenne elhinni, hogy te nem látod azt, amit veteránként azt, amit más veterán lát, hogy a játék most nem egy olyan irányba terjed, ahol egy kihívás van és újrajátszhatóság van benne, hanem olyan irányba terjed, ahol nem kell csinálni benne semmit, csak grindolni és, és elkölteni a pénzedet, mert hogy lol. A Digital Extreme 300 embert foglalkoztat mostanra. Uh, kitolták, vagy lassan legalábbis kitolják magukat tripla A kategóriává. De inkább ne tegyék, mert ahogy manapság kinéz a tripla A kategóriájú piac, az minőségen aluli játék. Úgyhogy inkább ne tegyék. Inkább... Hát, hagyjuk, nem mondok semmit. <laughs> uh, szóval... Régi videósok azt hiszem, hogy joggal kritizálják a játékot, így végszónak, mert mi tudjuk, hogy mit veszítettünk ezzel az új warframe -mel. Az új videósok, azok joggal védik ezt a játékot, mert aki most kezdi el a játékot, az egy nagyon jó élményben részesül ideig, óráig. Ö, azt kell, hogy mondjam. Amit még hozzáfűznék ez az egészhez, hogy ilyen lesz mindig. Egyik tábor így fog pofázni, a másik tábor úgy fog pofázni. De én annyit kérnék ebből, az egészből, mert ezen az úton én is végigmentem. Mikor elkezdtem warframe addigra már volt Magyarországon, aki warframe csak nem volt annyira népszerű csatorna szinten, mint én, ezért elvettem tőle a nézőbázist, és uh, igazából ugye rengetegen kezdtek el nézni engem warframe -ből. és a fejlődést látták sokan a csatornámon, és sokan a ve akkori veteránok közül belekötöttek, ugye, hogy milyen szar vagyok, természetes, hogy hozzájuk képest valószínűleg az is voltam, mivel hogy még nem volt meg akkor ez a tudásbázis. Majd azok, akik most új videósok, azok felfejlődnek, veteránok lesznek és látni fogják azt, amit mi most veteránok veteránok látok. és sokszor, sokszor írtam kommentbe videóim alá olyanoknak, akik azt mondták, hogy ez is szor, ez is sokkal jobb lenne sokszor írtam oda, hogyha majd oda kerülsz, meglátod és azóta volt, aki már visszaírt, hogy oda kerültem és megláttam és, és e, tehát Előbb-utóbb mindenki eléri azt a szintet, ahol ahol veteránnak hívhatja magát, tapasztaltnak hívhatja magát, és rájön arra, hogy, hogy, hogy hogyan ideális számára ez a játék. Ezen kívül meg, ugye Life of Rio alapvetően csak a warframe és a Digital Extreme-et kritizálja, olyan dolgokért, amit én úgy érzek, hogy jogos. Másrészt szóval meg senkinek nem igazán szól be legalábbis sértőt vagy valami ilyesmit. És uh, neki megbeszóltak, szóval igazából megvédte a becsületét annak, aki látta ezt a videót, úgyhogy én egyet tudok vele érteni, és, és ebből a szempontból azok, akik friss Warframe videósok, most kezdték a játékot, nemrég, mit tudom, csak egy ezer órájuk van a játékba, azok inkább csak fogják be, csinálják a dolgukat, élvezzék a játékot, csinálják a videókat, mert rengetegen vannak, akik kíváncsiak erre a dologra, rengetegen vannak, akik ugyanazon tudásszinten vannak, vagy éppen fejlődnek. Úgyhogy warframe akinek 500 órája van, már videókat készíthet, mert van, akinek csak 200 órája van a játékba. És akinek 1000 órája van, az meg bőven készíthet videókat, mert van, akinek sokkal kevesebb órája van ebbe a játékba. És, és, csak mint, és a veterán videósok meg hát... Érthető, hogy nem fogják 30 ezerszer megcsinálni a faszom kronennek a most mondtam valamit, vagy a nyolcformás formás bratonyokat nem fogják még izé 9, 9 re is leformázni, hogy arról is csinálnak egy videót. És itt, itt, itt válik elég külön. Ezért hagyják abba a veterán videósok a Warframe videózást, mert már kidumálták magukat. Annyit azért nem változott a Warframe kor, elemei, gyökerei annyira nem változtak meg a warframe hogy érdemes legyen bármi újról beszélni ebben a játékban. Ennyi lett volna tényleg. Hát köszönöm a figyelmem, várom a véleményeket, lehet sok dislike kap ez a videó, de lehet, hogy sok like -ot. Annyit tudok, hogy most engem már sok veterán néz, azt hiszem. Tehát sokan együtt velem jöttetek ezen az úton, ezen a Warframe úton és ja, ha jól ismerem a közösségemet, valószínűleg egyetértetek majd velem. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, következő videóig iratkozz fel, meg csengő lecske, amit szeretnél, sziasztok!